A gyergyóalfalvi polgármesteri hivatal egyes beltéri részei életveszélyessé váltak, ezért fogtak neki az épület felújításának. 5 lakószövetség alakult a városban az elmúlt hónapokban, a lakótársulás megléte feltétele a tömbházrehabilitációs programokon való részvételen. Mesejátékot mutat be a Figura Stúdió Színház, vasárnap családi programként ajánlják a legújabb előadást. Szeretettel köszöntöm a Fénytelevízió nézőit, híreink következnek, kérem tartsanak velünk. Jelentős épület felújítás zajlik Gyergyó alfaluban. Egyrészt a polgármesteri hivatalt rehabilitálják, emellett az alfalvi és a borzonti kultúrotthont is felújítják, és a polgárvédelmi központnak is készítenek melléképületet, amely múzeumként és fásszintként is funkcionál majd. A beruházásokat Hargita megye tanácsa is támogatja. Zajlik az élet Gyergyóalfaluban, de nem is akárhogyan. Különféle beruházások, fejlesztések, közösségi összefogással megvalósuló munkálatok viszik előre a települést. Gyergyóalfaluban jelen pillanatban a legjelentősebb beruházások egyike a középületek feljavítására irányul. Tavalytól a polgármesteri hivatalt rehabilitálják. Az épületet a mai rendeltetésének a 90-es években alakították ki, azóta csupán egyszer volt meszelés. A felújítás az, mondjam úgy, hogy most már eléggé időszerűvé vált, mert most már a törvény is kötelez arra, hogy a középületeknek a hőszigetelését a gazdaságosság szempontjából biztosítani kell, és hát amúgy is eléggé olyan állapotba került az épület, hogy már szinte közveszélyt jelentett, például itt a lépcső feletti részen is. Annyira beázott a tető miatt a felső rész, hogy már a vakolat kezdett hullni le, és attól tartottunk, hogy esetleg a téglák is megindulnak, ami komoly problémát is eredményezhet majd. A munkálatok szakaszosan zajlottak. Elsőként a tetőszerkezet felújítására került sor, majd a nyílászárókat is kicserélték. Ezután kezdődtek a belső munkálatok, a hőszigetelés, a belső ajtók és a lépcső cseréje, valamint a meszelés. Mivel hogy ugye az épületet kívülről, belülről teljesen felújítjuk, így ezért úgy gondoltuk, hogy a lépcső, a régi lépcső, ami volt, az is már az akkori kornak megfelelő, azonban mostanra már az is eléggé megkopott, és más elvárások, forma, stílus jellemző ugye a mostani építkezést, így ezért megpróbáltuk azt is a mostani igényeknek és a mostani trendnek megfelelően kicserélni. A munkálatok összértéke körülbelül 270 ezer lej. Az önrész mellett Hargita megye tanácsa támogatásából finanszírozzák a költségeket. Január elején mindegyik önkormányzatot megkértünk, hogy tegyen le pályázatot a megyei tanácshoz, mire szeretne támogatást kérni. Gyergyóalfalu több objektumra kért támogatást, az egyik volt a gyergyóalfalvi polgármester hivatalnak a felújítása, hiszen elég rossz körülmények közt dolgoztak ott a polgármester hivatal alkalmazottai, és a megyei önkormányzat úgy döntött, hogy közel 50 ezer lejjel fogja támogatni a gyergyóalfalvi polgármesteri hivatalt. A polgármesteri hivatal felújításával párhuzamosan a Petőfi Sándor Kultúrotthon mellékhelyiségeit is rendbe teszik és kibővítik. Ugyanakkor a borzonti kultúrház tetőzetét is felújítják, és a nyílászárókat is kicserélik. A polgárvédelmi központ melléképületét is el szeretnék időközben készíteni, amely múzeumként és fásszínként is funkcionál majd a jövőben. Az épületfelújítások tervezett határideje június vége. Álláskeresők jelentkezését várják irodavezetői állás betöltésére Hargita megye tanácsa belső könyvvizsgáló irodájába. Azok jelentkezhetnek, akik közigazgatási, menedzsment vagy más köztisztséghez közel álló mesteri vagy posztgraduális végzettséggel, illetve minimum 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A feltételek közé tartoznak a középszintű számítógépkezelői ismeretek is. A meghirdetett állásra február 22-ig lehet benyújtani a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a megyei tanácsszékhelyén a Menedzsment Vezérigazgatóság humán erőforrás részlegén naponta 8 és 14 óra között.
További 5 lakótársulás alakult meg az elmúlt fél évben Gyergyószentmiklóson, legutóbb a Miron Krisztia utcai tömbház lakók tömörültek lakószövetségbe. Ezzel együtt 9 társulás van a városban. A helyi önkormányzat továbbra is a lakószövetségek megalakulását szorgalmazza, ugyanis ezek megléte számos előnnyel járna az érintett tömbház lakók számára. Február 24-én 17 órától a Művelődési Ház Karancsi termében a tömbház rehabilitációs kormányprogramról tart tájékoztatót az OTP Consulting képviselete. Számos problémával szembesülnek nap mint nap a tömbházak lakói, olyan kérdések megválaszolását kérik többnyire az önkormányzattól, hogy ha beázik a tető, akkor az a negyedik emeleten lakók kötelessége rendezni, vagy a pince rendbetartásáért a földszinten élők felelnek-e, emellett pedig kinek a feladata a lépcsőházak áramellátására gondot fordítani, ha szigetelni kell, akkor azt ki kellene megtegye, vagy ha épp a vakolat omladozik, azt kijavítassa fel, és a többi. Ilyenkor a hivatalnokok nem tudnak közbeavatkozni, hiszen ezek a területek, ezek a részek a közösség tulajdonát képezik. A felmerülő problémák kezelését a lakószövetségek tudnák megoldani. Emiatt szorgalmazza ismételten lakószövetségek megalakulását a helyi önkormányzat. Gyergyószentmiklóson a legkorábban a Virágnegyed 46-os tömbházban élők hoztak létre lakószövetséget, de több éve, hogy elkezdte működését, a Miron Krisztia utcai 2 tömbházban, valamint a Bucsin negyed 6-os és 10-es tömbházaiban lakószövetség is. Gyergyószentmiklóson az elmúlt évi felhívásokat követően negyedenként most már 4-5 lakószövetség is működőképes lett. A lakótársulásokat illetően ebben az időszakban az előző évi beszámolók ideje van. Átnézik a lakók, a társult lakók a szövetség pénzügyi helyzetét, illetve az ez évi tervekről is beszélnek. Ezeken a találkozókon rendszerint részt vesz a Városházának is egy képviselője, arra az esetre, amennyiben kérdések merülnének fel, netán a kiírásra kerülő programokat érintően érdeklődnének a lakók tömbház rehabilitáció tekintetében is. A tömbház szigetelés kapcsán jelen pillanatban azt lehet tudni, hogy az előzetes szakasznál maradt minden, vagyis a pályázati feltételek még tervezett szinten vannak. Minden bizonnyal lesz lakótársulások számára kiírt tömbház rehabilitációs program, önkormányzati és lakószövetségi társfinanszírozással. Az már bizonyos, hogy a városvezetés belefoglalja az önrészt az idei költségvetésbe. Költségvetés idei tervezetében bele kellett és bele is kell foglalni azt az előzetes alapot, ami az önkormányzati társfinanszírozás biztosítására felhasználható abban az esetben, hogyha ezek az alapok majd megnyílnak. Ez a szándék és ez a lépés meg is van az előterjesztésben. A helyi költségvetés elfogadására minden bizonnyal január 28-án kerül majd sor, és ennek függvényében akkor majd a lakótársulások számára is, amennyiben a képviselőtestület ezt elfogadja, lesz majd előirányozva összeg, ami azonban, hangsúlyozom, kizárólag majd a központi programokba való részvételre használható fel, és magánúton vagy helyi együttműködésben kizárólag nem működik. Gyergyószentmiklóson összesen 9 lakótársulás létezik. Fontos tehát szövetségbe tömörülni mihamarabb, hiszen a programokon való részvételre minimum fél éves működési régiség szükséges. A lakószövetségek megalakításával kapcsolatos feltételekről és tudnivalókról a polgármesteri hivatal titkárságán lehet érdeklődni. A jövő heti fórumon olyan szakemberek tájékoztatják a bejegyzett lakószövetségek képviselőit, akik a csíkszeredai közel 50 tömbház szigetelési célzó projekteket koordinálták. Megjelent ugyanis a konzultatív útmutató a regionális operatív program keretén belül. Kormány szintről pedig az a nyilvánosságra hozott szándék látott napvilágot, hogy idén tavasszal a tömbház rehabilitációs program lesz az első, amelyre pályázati forrásokat írnak ki. Minden bejegyzett Gyergyószentmiklósi lakószövetség részéről lehetőség szerint 2-3 vezetőségi tagot várnak a február 24-i fórumra. Tunézia és Egyiptom a két ország, amelyekre legalábbis Romániából csökkent az érdeklődés a terrorcselekmények nyomán. Párizs viszont nem kevésbé népszerű, és Törökországba sem félnek utazni a turisták, sőt, oda foglaltak eddig a legtöbb nyaralást. Görögország népszerűsége is tart az odaérkező menekült tömegek ellenére. Ezt tapasztalja a Marosvásárhelyi Román Televízió munkatársa által megkérdezett utazási iroda vezetője. Csak a romániai turisták ijedősebbek, mondja egyik Marosvásárhelyi utazási iroda vezetője. Egyiptomba egyelőre charterjáratot sem indítanak Romániából, a korábbi terror események nyomán. Magyarországról viszont 3-4 charterjárat indul hetente.
Romániából esetleg a nyári szezonra várható ez. Tunézia és Egyiptom a két úti cél, amire alig van érdeklődés. Tavaly a konfliktusok ellenére is sokan ellátogattak Egyiptomba, hiszen az események távol az üdülőtelepektől történtek. Tunézia azonban szinte teljesen kiesett az úti célok közül. A charterjáratokat már szezon előtt leállították. Szerintem Tunézia ki is fog maradni, azon kívül megmarad Egyiptom, amire én nagyon remélem, hogy az emberek azért csak nyitottabbak lesznek, hiszen egy olyan úti cél, amit imádnak a turisták, és nagyon szívesen visszajárnak, hiszen a Vöröstenger a csodálatos, és ez is vonza őket, úgyhogy én remélem, hogy csak be fog indulni. Idén is maradtak egyébként a közkedvelt úti célok. A merényletek ellenére Törökországot nem kerülik el a turisták, legtöbben odafoglaltak eddig nyaralást. Ezen kívül Spanyolország, Olaszország és Görögország népszerűsége is megmaradt. A görög szigetektől sem riasztotta el a turistákat a menekültek érkezése, hiszen, mint az iroda vezetője elmondta, már tavaly meggyőződtek, hogy ez semmilyen mértékben nem zavaró. Nagyon-nagyon jók voltak az előfoglalások, tehát a legtöbb turista per pillanat Törökországra foglalt be nyaralást, és a második helyen ugye a görög szigetek vannak, hiszen erre van a legnagyobb kérés, második helyre tudnám helyezni mondjuk, mint közkedvelt úti cél. De ezen kívül például Dubaj, amit nagyon kedvelnek mostanában turisták és érdeklődnek, tehát Dubajra is voltak szép számban foglalásaink, európai körutazásokra, és akkor itt ugye a kérdésre válaszolva, hogy félnek-e, vagy van-e tartásuk, hogy akkor most melyik európai városban. Hát az a valóság, és ezt kiszerettem volna mindig is hangsúlyozni, hogy mi a biztos, vagy ki érzi magát százszázalékosan biztosan itthon, vagy akár a külföldön. A párizsi utazásokat sem mondták le, akik náluk foglaltak, még azok sem, akiknek közvetlenül a merénylet utánra szólt a foglalásuk. Nem akkora a biztonságérzetünk, mint néhány évvel ezelőtt, de ezért nem szabad lemondani az utazásról. Ne veszítsük el szabadságunkat, hangsúlyozta Kelemen Barna. A Figura Stúdió Színház az aktuális évad 5. bemutatójára készül, ezúttal egy mesejátékot adnak elő a gyermekeknek szóló bérletrendszer keretében. A társulat már 3. alkalommal hívja a családi programra a gyergyóiakat, vasárnap 18 órától kicsik és nagyok közösen tekinthetik meg az újabb ős bemutatót. Mosu Norbert László, a Figura Stúdió Színház művésze, a Székelyudvarhelyi Társulatnál már írt darabot, most Gyergyószent Miklóson debütál egy mesejáték szerzőjeként. Az Incanto, vagyis magyarul Varázslás című darabot családi programként tekintheti meg először a közönség, annak érdekében, hogy a nagyszülő, szülők, gyermekek közös élményként élhessék meg az előadást. Az ötlet az igazából egy meseregény, Zsolt hozott egy meseregényt, ami alapjául szolgált ennek. Most a címét nem tudom már, mert egy nagyon-nagyon hosszú címe van, és nagyon tekervényes, és ez szolgált alapul, és ezt a történetet bővítettük ki karakterekkel, jelenetekkel, egy teljes világgal, teljes új világgal. Az előadás rendezője Csíki Zsolt, aki a mesejáték szerzőjével közösen dolgozott a jelenetek alakításán. Céljuk az volt, hogy látványos, történetmesélési egységben mutassák be az általuk megálmodottakat. Most sikerült egy ilyen részlegesen egy ilyen folyamatot elindítani, hogy minden pontján passzoljon a társulathoz is, meg egyáltalán talán a közeghez is, de hogy mindenképp működjön ez egyben. A társulattal, a várossal is talán, de hogy közben mégis legyen egy olyan produkció, amiben nincsenek megalkuvások, még hogyha néha olyan is lenne, hogy hát karakter szempontból egy egységet képviseljen, és az legyen szép elsősorban. A történet szerint Belzebub, a laborvarázsló és nagynénje vampíria határidőt kapnak, hogy szilveszter éjfélig idézzék elő a természet pusztulását. Szerencsére az állatok nagy tanácsa közbelép, kémeket küld a gonosz varázslókhoz. A lustamacska és a körmönfont varjú terve, hogy megakadályozzák a világot megsemmisítő varázsital elkészítését. Persze mindkét félnek akad segítsége, és véletlenek egész sorozata segíti vagy hátráltatja a nagy tervet. Az egyik legnagyobb ellenség pedig az idő. De vajon, ha a világ megmentése a tét, lopható az idő? Többek között erre a kérdésre is választ kapunk abban a pillanatban, amikor majd a jó győzedelmeskedik a gonosz fölött. Az a különleges számomra, hogy egy kicsit
sötétebb. De nem nagyon, tehát hogy azért meg van erősítve benne mind a két, tehát hogy a gonoszok is kicsit megvannak, jobban erősítve, mint így általában az utóbbi, és a gyerekelőadásokban, amiket láttam. Kicsit nehezebb dolguk van a jóknak legyőzni a rosszakat. Nem elég, hogy kifutok az időből, de még ez az átkozott macskakém is a nyakamon van. Hát hogy lehet így nyugodtan átkokkal és rontásokkal kiirtani a jót a világból? Reméljük, hogy az óvodások sem ijednek meg. Tehát egyáltalán nem az a cél, hanem éppen ez a hogy a gonosz barlangjában történik, ez, és ez a díszletben reméljük, hogy nagyon jól fog megvalósulni, hogy ez ad egy ilyen plusz, nagyon szép látványt az egésznek. A szerző és a rendező arra törekedett, hogy színesek legyenek a karakterek, és minden a lehetőség szerint valóságosnak tűnjön, ezzel téve teljesebbé az élményt a gyermekek számára. Szerintem az, hogy jól érezzük magukat benne. A másodszorban meg, hogy találja meg mindenki a számára követendő karaktert, figurát, akivel azonosulni tud, és hogy akkor az, annak tudjon majd szurkolni. És ezért mindenik szereplő egy úgy megkreált szereplő, hogy megtalálhatják benne a gyerekek azt, akivel tartanak. A mesejáték jelmeztervezője Török Réka, díszlettervező Szász Zsolt. A darabban a társulat mind a 8 színésze játszik. Az előadást vasárnap 18 órától mutatják be. A bemutatót követően február 23-án, kedden 10 órától a Csipike, 12 órától a Tutyi Mutyi Móka, szerdán 10 órától a Kukucsi, 12 órától az Orvos a törpebérlettel, február 25-én csütörtökön 12 órától pedig fogarasi bérlettel rendelkezők tekinthetik meg a mesejátékot. Jegyek ára 6 lej, a produkció a Bethlen Gábor alap támogatásával jött létre. A Csíkszentsimoni Csíkisör Manufaktúra egy egyedi és különleges nyereményjátékot hirdetett meg Noé Bárkája címmel február 15-e és augusztus 31-e között. A játék lényege, hogy az igazi csíkisör fogyasztásával házi állatokat lehet nyerni. A nyereményt a kupakok alatt kell keresni. Számos termékforgalmazó időről időre valamilyen népszerűsítő kampánnyal akarja növelni a termék eladását és vásárlóinak elégedettségi fokát. Gondoltak egyet az igazi csíkisör portáján, és kitaláltak egy igazi székelyes nyereményjátékot, ahol aranyhalat, postagalambot, nyulat, tyúkot, kecskét, juhot, malacot, disznót, lovas szekeret, szarvasmarhát és lovat is lehet nyerni. Mindössze annyi a feladat a fogyasztó számára, hogy csíkisört vásároljon és figyelje a kupak alját. A kampányról a tulajdonos mesélt. Köztudott, hogy általában a sörgyárak szoktak csinálni bizonyos nyereményjátékokat, hogy motiválják a fogyasztókat, hogy igyanak sört, vagy kedveskedjenek a fogyasztónak, aki fogyasztja a terméküket. És gondolkoztam, hogy milyen butaság lenne, ha mi mountain bike-ot sorsolnánk ki, vagy hátizsákot, és akkor inkább ezeket a ajándékokat egy kicsit székelyesebbé tettük, tehát úgy gondoljuk, hogy itt a székely portákon keletje van a jószágoknak, tehát ha valaki nyer egy malacot, lehet, hogy annak jobban örvend, mintha nyerne egy kakukkórát, úgyhogy a nyeremények azok gyakorlatilag jószágok, több mint 1000 jószág. A tulajdonos azt is hozzátette, hogy a nyertesek lehetőleg hozzanak magukkal sofőrt is, mert a díjátadó ünnepségen nem csak ökör és malacsütés, hanem gyárlátogatás és sörkóstolás is lesz. A szerencsések a helyszínen akár csereberélni is tudnak majd a nyereményekkel, tudtuk meg Andrástól. A díjátadó szeptember 17-én lesz a Csíkszentsimoni igazi csíkisörgyár udvarán. Ismét tartalomban gazdagon, sok érdekes és hasznos írással, valamint folyamatos nyereményakciókkal látott napvilágot ma reggel az Új Kelet. A színes heti lapban olvasói vélemények, részletes televíziós műsor melléklet, időjárás előrejelzés és számos apró hirdetés is helyet kapott. Lapszemlén következik. Folyamatosan vannak nyereményakciók az Új Keletben, jelenleg is több pályázatra érdemes figyelni, bekapcsolódni a játékokba. Legutóbb a hűséges olvasó pályázat szelvényeinek beküldői között sorsoltak, a szerencsések névsorát is közlik a színes heti lapban. Mindannyiunkat foglalkoztató kérdések kerülnek napvilágra, és válaszolják meg azokat a hűséges olvasók. Ezekből kiderül többek között, hogy egyikük úgy gondolja, hogy semmi esély arra, hogy jobban éljünk, mint tavaly, mert nagyon magasak a kiadások, és gyógyszerre is sok elmegy. Amikor mindent kifizetek, alig jut pénz élelemre.
Gondol a nyugdíjra? Teszik fel a kérdést egy sokakat érintő írásban. A Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban korlátozták a beteglátogatást. A Gyergyókerületi Háló találkozón 150-en voltak, az élményekről szervező és résztvevő szemszögéből is beszámolnak. A gyergyószárhegyi Erdélyi Magyar Néppárt tanácsosai nem értenek egyet a polgármesterrel, szerintük össze lehetne hívni a községben a tanácsülést. Gyergyószentmiklóson is bemutatják a Székelység története című új kiadványt. Mindenről bővebben beszámolnak az Új Kelet legfrissebb kiadásában. A Hölgyválasz oldalon a datója és a zabliszt előnyeiről, illetve utóbbi házi készítéséről olvashatnak. A színes hetilapban színházi hírek is megjelentek, a Tekerőpataki Önkéntes Tűzoltó Alakulat nemrég színdarabot is bemutatott, a figuránál pedig pénteken Molnár Bence egyéni műsora lesz látható. A sportoldalon a jégkorong mellett az asztali tenisz és a női kézilabda is helyet kap. Az Új Keletben egy oldalt szánnak a Mártonáron tiszteletére szervezett emlékév nyitórendezvényének. Olvassák és játszanak továbbra is az Új Kelettel, gyűjtsék a pályázati szelvényeket, és idejében juttassák el a szerkesztőségbe. A Román Jégkorong Szövetség megváltoztatta a kupadöntő helyszínét. A tavaly decemberi fináléban Gyergyószentmiklóson a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Sztiaua lépett jégre, de 40 perc játék után 7-2-es csíkszeredai vezetésnél a mérkőzést félbe kellett szakítani az elektromos hálózat és a világítás meghibásodása miatt. Az előzetes tervek szerint Galacon lett volna a megismételt kupadöntő, de az újabb változat szerint március 1-én 18 órától Brassóban játszik majd a két csapat. Híreink végén megköszönöm a nekünk szentelt figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Pillanatokon belül kezdődik a Hargita magazin. Szép estét, viszontlátásra!